Hamarosan itt van a húsvét, jelenleg azonban még a bőti időszakban vagyunk. Ezzel kapcsolatosan hívtuk meg vendégünket, Lettner Anna Máriát, természetgyógyász, dietetikus. Sok szeretettel köszöntelek. Én is köszöntöm a nézőket, és valóban a húsvétra ilyenkor készülünk már elő gondolatban, és maga a szó, hogy húsvét, ugye, hogy vétek ilyenkor ugye húst tenni, de sokkal régebbre megy vissza ez a gondolat, akkor, amikor a húsvét előtti időszakban az emberek a megtisztulásról, a tisztítókúrákról gondolkodtak, de ez régen a testi-lelki-szellemi megtisztulást jelképezte, ennek sokkal nagyobb szerepe volt, mint a mai időkben. A mai időkben inkább csak az egészséges életmód kapcsán jönnek elő a bőjtők, a méregtelenítés és a tisztítókúrák, de valóban régen a húsvéthoz kötődtek ezek a legnagyobb tisztítókúrák. Viszont azt meg kell jegyezni mindenféleképpen, hogy teljes testi tisztulást csak akkor lehet elérni, hogyha az ember szellemileg és lelkileg is meg tud tisztulni. És ennek pont most volt az ideje ilyenkor, régen is, hiszen a természet is egy nyugvó stádiumban van egész télen, egészen koratavaszig, és az emberi szervezet is. És ilyenkor volt az, amikor az emberek sokkal jobban magukba tudtak szállni, ilyenkor rengeteget imádkoztak, próbáltak megtisztulni, és új gondolatokat előszedni, ugye kezdődik az új élet, új világ, a terményeknél is ugye ilyenkor fognak kibújni az új zöldségek, gyümölcsök, és erre való készüléssel tudtak az emberek arra gondolni, hogy elkezdenek saját magukba egy olyan folyamatot elindítani végül is, aminek a vége az, hogy egy teljes megtisztulás lesz. A gondolati megtisztulások ugye mentek az imákkal és a különböző magunkba mélyedéssel, akkor a szellemi megtisztulásnál szintén azok voltak előtérbe, hogy azok a gondolatok, amik az új élettel voltak kapcsolatban. A testi megtisztulásban pedig a bőjt volt a fő szerep. A bőjtnek az volt a lényege, hogy nagyon kevés ételt vettek magukhoz, vagy semmit, csak vizet. Volt, ahol vizet és kenyeret, volt, ahol csak gyümölcsöket fogyasztottak, gyümölcsleveket vagy zöldségleveket, és végül is egy nagyon hosszú idő elteltével, ez nagyon progresszív, azaz egy fokozatos visszaállással tudott visszaállni a normál táplálkozásra, úgyhogy kiegészítették ugye a teljes körlésű kenyérrel, a más egyéb gabonafélékkel, gyümölcsökkel, zöldségekkel, és mire eljött a húsvét, addigra már az ételekkel, italokkal és az egész táplálkozással is ünnepélyessé tették, és a hazánkban is megfigyelhető, hogy a különböző tájaknál más-más jellegű ételek kerültek ugye az asztalra, de mindenféleképpen az ott jellegzetesen ünnepi. És ilyenkor az emberek sokkal jobban kinyitották a pénztárcájukat is, illetve a vidéki embereknél, ugye, ami volt ugye a téli disznóörések például, és onnan ugye már megérlelődtek a sonkák, a kolbászok, ilyenkor azokat már elő tudták venni, és ezzel is prezentálták az ünnepélyességet, és ezzel is ünnepelték végül is a húsvétot. Jellegzetes étel lett a sonka, a húsvéti sonka, a főtt tojás, ugye, viszont az italoknál is elővették a nemesebb borokat, ugye, ami már megérlelődött, elővették azokat a süteményféléket, amiket sütöttek. Nagyon sok helyen a kalács, az nagyon mindennapos volt a húsvétoknál, de ez volt diós, mákos vagy mazsolás kalács, de a tortaféléket is az asztalra tették, és nagyon szívesen alkalmazták, valamint az egész terítés és az egész táplálkozási szokás is ünnepélyes, ugye húsvétkor bekerültek az asztalra az olyan természetben már megtalálható növények, mint például az aranyág, ilyenkor már virágzott, vagy esetleg a nárcisz, vagy a jácint, ezek ugye mind díszítő elemei voltak a húsvétnak, illetve hát ugye amikor elkezd kibújni a zöld fű is egy nagyon jellegzetessége ugye a húsvétnak.
Azonban itt a húsvéttel kapcsolatban, ugye az édességeknél a különböző figuráknak a csokoládéba való öntése is egy nagyon nagy jellegzetessége lett a húsvétnak. Ez régen ugye természetesen nem volt, hiszen nem volt ilyen gyártás sem. Viszont ugye a húsvéti nyúl, a bárány, a csibe, a tojás, ezeket nagyon-nagyon szívesen fogyasztják az emberek, de a gyerekek is, és tulajdonképpen ezeknek a színes fóliába csomagolt változatai most már végtelen repertoárba kínálják magukat. Még egy pillanatra térjünk vissza a bőjtre, hogy ugye miért is olyan fontos a szervezetünknek az, hogy megtisztuljunk egy kicsit? Igen, nagyon jó a kérdés. Tulajdonképpen a téli időszakban ugye nem tudunk annyi friss zöldség, gyümölcsöt magunkhoz venni, mint ugye a nyári évszakban, viszont ilyenkor, amikor tárol a szervezet, és a tárolt zöldségek, gyümölcsökből fogyasztja ugye a táplálékot az ember, sokkal több méreganyag is felhalmozódik. És ilyenkor van ugye egy lehetőség erre, hogy a méreganyagoktól is megszabaduljunk. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy az embernek a gondolkodása, de a szervrendszerek működése is mind-mind-mind attól függ, hogy mennyire tiszta. Mennyire tiszta az érrendszere, a mája vagy veséje valakinek, ez mind-mind hozzátartozik. Na mostan ugye a tápcsatornába lévő méreganyagoknak a tisztítására ugye a különböző beöntéses kúrákkal tisztították magukat az emberek, illetve az olyan táplálékokkal, amik méreganyag megkötők, ugye a rostok, a teljes körlésű gabonákat tették csak az emberek régen, mert ugye csak ez volt elérhető, viszont ez volt ugye az egészséges, de most is ugye a sok zöldség, gyümölcsfélével, ugye ezeket a rostokat be tudjuk vinni, amik szintén méregtelenítő hatásúak, illetve nem savasítják el a szervezetet, hanem lugosítják. Az is egy méreg felhalmozáshoz vezet, hogyha valakinek nagyon savas a szervezete. És ezek a méregtelenítő kúrák azért is nagyon kellenek, mert az embernek a külső megjelenése, tehát például milyen a bőre, az nagyban függ attól, hogy mennyire tiszta belülről. Milyen a haja, milyen a körme, ugye? És az emberekbe ez az igény belülről egy tudatalatti igény is volt, nem tudták pontosan, nem volt ilyen tudományos magyarázata, hogy milyen tápanyagok kellenek ahhoz, hogy szép legyen valakinek a haja vagy a körme, ma már ugye ezeket mind-mind tudjuk, azonban ezeket ösztönösen magukhoz vették akkor ezeket a tisztítókúra alkalmával, vagy voltak különböző pakolások is, az iszappakolástól kezdve, vagy zöldség-gyümölcs pakolások is az arcon, sőt egész testre kihatóan is, amik méregtelenítették a szervezetet. De manapság azért elmondhatjuk, hogy számos fajtája van a méregtelenítésnek, a lébőjtől kezdve, nem tudom milyen szerekig. Mi az, ami a legfontosabb ilyenkor, mire kell odafigyelnünk, vagy vigyáznunk? Arra kell vigyázni, hogy ha az ember tehermentesíti a tápcsatornát, és ezt lehet a legjobban a különböző olyan bőjt jellegű kúrákkal, mint a lékúrák, tehát az azt jelenti, hogy csak folyadékot vesz magához az ember, lehetőleg ugye ez cukor, szénsav és alkoholmentes italok legyenek. Ezek lehetnek zöldséglevek, gyümölcslevek, vagy lehet kásákat készíteni, ami szintén egy olyan pépes jellegű, az összes gabonakását lehet alkalmazni, ezek is nagyon-nagyon jó tisztítók, vagy például vannak a kifejezett zöldség vagy gyümölcskúrák, amik azt mondom, hogy csak céklát, sütőtököt vagy almát eszik az ember, vagy egyféle gyümölcsöt, zöldséget, de abból egy olyan 2-3 kilót is megehet, és az, annak is van egy nagyon-nagyon jó méregtelenítő és pucoló hatása a szervezetben. Az ilyeneket hány napig lehet folytatni, az ilyen jellegű kúrákat? Nagyon sok napig lehet ezeket folytatni, azonban szakember segítségét kell igénybe venni, és én óvaintek mindenkit, hogy például ilyen teljes koplalásos bőjtbe valaki belekezdjen szakmai segítség nélkül, mert ennek aztán lehetnek akkor olyan kellemetlen hatásai, hiszen a tápanyagokkal dolgozik a szervezetnek a sejtállománya, és ezért is nem mindegy, hogy mivel csináljuk ezeket a tisztítókúrákat és méreg telenítéseket, lehet ezek gyógyteák, amivel kiegészítik, vagy különböző megfelelő összetételűnek kell lenni azoknak a zöldségek, gyümölcsöknek, hiszen a sejteket nem szabad éheztetni.
Tehát a sejteknek akkor is kell tudni működni, viszont az igaz, hogyha nagyon kevés táplálék megy a szervezetbe, akkor tud felszabadulni a különböző összes szerrendszer olyan szempontból, hogy a méreganyagokat képes lesz egyáltalán kiüríteni magából.